A szoláris energia mellett a fürdő geotermális energiát is használ a szobák fűtésére, melegvízként, valamint a terápiák során. Azonban a geotermális víz köbméterenkénti ára jelenleg 63 dinár, ami nagy megterhelést jelent az intézménynek. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a geotermális víz ma a NISZ NAFTA gáz privatizálása után egy kicsit megterhelő azoknak, akik csak ezt az energiaformát próbálják használni fűtésre. A napkollektorok segítségével az intézmény jelentős összeget takarít meg. A befektetett összeg rövid időn belül megtérül. A tartomány egy másik projektumot is támogatott a fürdőben. A fűtőrendszer fejlesztése mintegy 4,2 millió dinárba került. Megtakarításokról beszélhetünk olyan formában, hogy nem használunk elektromos áramot vagy egyéb más tüzelőanyagot a tél, vagy illetve a hideg beálltával. Hogyha más formában használnánk energiát a fűtés rendszerünk működtetésére, valószínű, hogy többbe kerülne. A Magyar Kanizsai Gyógyfürdő lassan egy évszázada fogadja vendégeit, és folyamatos befektetésekkel igyekszik versenyképes rehabilitációs központtá válni a térségben.